a helyi önkormányzatok napja. Az állam és az önkormányzatok feladatmegosztása, az önkormányzatok jelene és jövője volt a téma a Városházán. Új helyi elnöke van a Fidesznek. A váltás okairól, a terveiről és arról is megkérdezzük dr. Horváth Katalint, hogy ki ő, eddig ugyanis ismeretlen volt a közéletben. És Art Ponte, olasz és magyar művészek kiállítása a Posztárton. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Az állam és az önkormányzatok feladat megosztása, az önkormányzatok jelene és jövője, valamint az önkormányzati szövetségek érdekképviselete is téma volt a helyi önkormányzatok napján rendezett konferencián. A tanácskozásnak a Budaörsi Városháza adott otthont. A szervezője a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, de eljött a megbeszélésre az önkormányzati helyettes államtitkár is. A szervezet polgármesteri tagozatát egyébként Wittinghoff Tamás, a Budaörs polgármestere vezeti. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége egyik évet sem mulasztott el úgy, hogy amióta az önkormányzatok napját ünnepeljünk, vagy megemlékezünk egy picit az önkormányzatiságról, akkor ne egy kis ünnepi konferenciával tegye ezt. Volt, mikor nagyobb méretekben tettük ezt, volt, mikor kisebb méretekben, de mi polgármesterek, bármilyen helyzetben van az önkormányzatiság, nem tehetjük meg azt, hogy egy korábbi 2000-es parlamenti határozat meghozatala után szeptember 30-ai önkormányzatok napját ne ünnepeljük meg. Egy picit talán rejtett kritikával, a jelenlegi önkormányzatiság feletti aggodalmának is hangot adva, de mindenképpen a Magyar Önkormányzatok Napjának ünnepi hangulatához alkalmazkodva nyitotta meg dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a Budaörsi Városházán rendezett legutóbbi konferenciát, jelezve azt is, hogy nem biztos, hogy helye van az ünneplésnek. Az, hogy van-e mit ünnepelni ezen a napon, ezt majd az előadásokból nyilván visszahallhatjuk, vagy mindenki magának eldönti. Voltak ennek adott esetben valóban kerekéfordulókon szép és szebb ünneplései, de szerintem mi magunkhoz akkor vagyunk hűek, hogyha ezt mi megfelelő méltósággal megtesszük azokkal az észrevételekkel, azokkal a gondolatokkal, az előadásokon keresztül, amiket tudunk, ami a szívünkön van, hiszen ha nem mondjuk el, akkor még igazán nem jut oda, akkor se, hogyha szeretnénk azokhoz, akik ebben a kérdésben változtathatnak, vagy nem változtatnak. A belügyminisztérium helyettes államtitkára előadásában hangsúlyozta, hogy ők nyitottak a párbeszédre, és mindent megtesznek a jól működő önkormányzati rendszerért. A 90-es induláskor is, illetve az új önkormányzati törvény megalkotásakor az alapértékeket a törvényhozó az megőrizte. Hogy csak néhány dolgot szeretnék önöknek fölvillantani az elmúlt időszakból, bár a Raiffeisen bankos kolléga már utalt rá, ugye az új törvény megalkotásával egy viszonylag nagy, és azzal párhuzamosan egy nagy feladatátrendezés történt meg az állam és az önkormányzatok között. Ezen persze lehet vitatkozni, hogy ez most jó, nem jó, hova vezet, vagy mint van. Én azt gondolom, hogy ez most egy adottság. A mostani kormányzat, a törvényhozó azt gondolta, hogy az önkormányzatoktól feladatokat kell visszavenni, az államnak sokkal több szerepet kell abban játszania, mint a korábbi időszakokban, tehát a közfeladatok ellátásában sokkal több szerep kell. Ugyanakkor végbe ment egy adósságkonszolidáció, ami azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy 2010-re és 90 óta nézve a folyamatot hova jutottak el az önkormányzatok, azt gondolom, hogy egy nagy tehertételtől szabadította meg az önkormányzatokat. És emellett arra is figyelt a kormányzat, és arra is figyel a kormányzat, hogy akik nem adósodtak el, azok számára is indított egy olyan programot, amivel ők is a saját fejlesztéseket meg tudták valósítani. TAP polgármesteres Mitjen ő korábban már többször kritikával illette a túlzott és átgondolatlan központosítást, előadásában most egy kicsit árnyaltabban fogalmazott. Sikerült egy asztalhoz leülnünk, és bármilyen furcsa és hihetetlen, nagyon sok mindenben egyetértünk. Amikor beszélünk bizonyos témákról, egyetértünk, a megoldás fele vezető úton, na, ott különbözőek az álláspontok. Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester szerint a túlzott központosítás és a feladatmegvonások alapvetően az önkormányzatiság felszámolására irányulnak, amelyek ellen mindenképpen tenni kell, ha lehet, a törvényesség keretén belül.
Mint minden önkormányzati szövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is azért működik, hogy egyfelől egymásnak a jó tapasztalatokat át tudjuk adni, másfelől egy érdekképviseletet tudjunk biztosítani a települések számára. Hogy ez mennyire hatékony manapság, hogy egyáltalán szóba áll-e a kormányzat az önkormányzati szövetségekkel, hát ebben már óvatosabban fogalmaznék, és ugye ma az önkormányzatok napja alkalmából tartja itt Budaörsön a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ezt a konferenciát. Hát kíváncsi leszek, hogy a jelenlévők mindezt hogy értékelik. Én sajnos azt tapasztalom az elmúlt időszakban nagyon látványosan, hogy olyan erős központosítás és olyan erős kiüresítése történik az önkormányzatiságnak, ami bizony már a működő képességet is veszélyezteti. Gyakorlatilag arra van lehetőség, hogy idézőjelben polgári engedetlenséggel éljenek az önkormányzatok, és valamilyen erősebb érdekképviseletet valósítsanak meg? Hát én a jogállam híve vagyok, hogy ez mennyire az még, az egy megint csak egy jó kérdés, de hosszabb elemzést érdemelne. Én mindenképpen igyekszem a jogi keretek között, a meglévő jogszabályi keretek között megpróbálni elérni mindazt, ami a települések, illetve a települések szövetségeinek, vagy az önkormányzatoknak, tágabb értelemben az ott élő embereknek az érdekében történik. Még talán ott nem tartunk, hogy polgári engedetlenséget kelljen közhatalmi szervezeteknek, mert hát egy önkormányzat mégiscsak az gyakorolniuk, remélem nem is jutunk el idáig. A konferencia természetesen most kimondottan békés mederben zajlott az elhangzott kritikus gondolatok ellenére. Sőt, még a köszönet nyilvánításra is lehetőség adódott, hiszen négyen is megkapták a magyar önkormányzatokért emlékérmet az elmúlt időszakban kifejtett munkájukért. Új elnöke van a helyi Fidesznek, dr. Horváth Katalin. Amikor ezt a közleményt megkaptuk, úgy nagyjából két hete, akkor mi is, meg egyébként az összes budaörsi sajtóorgánum elkezdett keresgélni, hogy ki az a dr. Horváth Katalin, mert hogy a helyi közéletben eddig nem volt ismerős. Aztán rögtön mindenki talált is egy dr. Horváth Katalin ügyvédet, aki aztán két nappal később kiadott egy közleményt, hogy nem ő a helyi Fidesz elnök. Hát most megtudják, hogy ki a helyi Fidesz elnök, itt van a stúdióban. Szeretettel köszöntöm, köszönöm szépen, hogy először nálunk jelenik meg, és ismerhetjük meg, hogy ki jön. Hogyan került bele a közéletbe, vagy kerül bele? Mert még nem lehet azt mondani akkor, hogy benne van. Igen, hát minden relatív, tehát ahogy fogalmazzuk. Én 2010 óta vagyok a helyi szervezetnek a tagja. Jó magam is, családom is, tehát férjem és fiam. Közéleti szereplés, hát amennyire egy pénzügyi bizottságnak voltam egy ideig külsős tagja, ezt követően jegyző lettem, összeférhetetlenné vált a kettő tiszt. És tehát akkor egy településen így lett jegyző? Így van, egy dunamenti, egy pest-megyei településnek lettem a jegyzője, és akkor így összeférhetetlenség miatt ugye kikerültem nyilván a pénzügyi bizottságból. Kettő tisztújításnál alelnökként választott meg a tagság, és jelölt az akkori elnök úr, tehát azért az elnökségben mindig benne voltam, tudtam segíteni a helyi szervezetnek, úgyhogy végül is, ahogy mondtam önnek, hogy relatív, nem relatív, tehát egy picikét azért jelen voltam, de látványosan azért nem. De ezt gondolom egy üzenet is a helyi Fidesz részéről, hogy egy új arc jelenik meg elnökként. Igen, hát azért itt a tisztújításnál azért ezt meg kell, hogy jegyezzem, hogy egy úgynevezett matematikai többség döntött, és hát a tagság egy része nyilván a volt elnököt támogatta, más része engem, így alakult. Mi volt a baj a volt elnökkel, úgyhogy ugye Nagy Sándor Andrásról beszélünk, igen. Akit 2014-ben a választások után választottak helyi elnökké. A helyi Fideszről tudni kell, hogy ugye 8 éven keresztül többségben volt a képviselőtestületben, hol nagyobb, hol kisebb többségben, de többségben. A polgármestert nem a helyi Fidesz adta. Majd a 2014-es választást nagyon elbukta a helyi Fidesz. Listán ugyan nyert 3 helyet, de felkérték azokat a korábbi politikusokat, akik korábban is benne voltak a képviselőtestületben, hogy mondjanak le a mandátumukról, és 3 új képviselőt delegáltak a testületbe. És jött egy új elnök, aki gyakorlatilag az elmúlt években mindig és kizárólag a polgármestert kritizálta. Ez várható a folytatásban is? És ő ezt rosszul tette, amit tett?
Nem szeretnék erről külön véleményt alkotni, tehát számomra, és megint csak a saját emberi részemet szeretném ebben a történetben kihangsúlyozni, vannak dolgok, amik működnek, vannak, amik kevésbé vagy nem működnek. Tehát én most így szeretném a kritikát így mellőzni. Igen, az elnökünk egy olyan irányvonalat választott, amit láttunk, és én úgy gondolom, hogy ugye a másik kérdésére visszatérve, hogy polgármester úr kritizálásán alapuljon a három listás képviselő, tehát a frakciónknak a munkája, én úgy gondolom, hogy ami működőképes, az a szakmaiság. Tehát vannak helyi közügyek, megy a bizottságokba az előterjesztés, képviselőtestület elé kerül, szakmailag, ami megalapozott, vállaljuk. Nyilván a város érdekének, illetve a helyi közügy érdekének megfelelően bizony igennel is szavazunk, és támogatjuk azt, ami szakmailag ül, ami meg kevésbé, és úgymond kritikaként, vagy módosításként, vagy hozzászólásként fogalmazódik meg, csak szakmai alapon. Tehát az, hogy elkezdjünk megalapozottság nélkül kritizálni, vagy hivatalt, vagy polgármester urat, vagy bárkit, nekem nem ez az irányvonalam. A képviselőnket szeretnénk segíteni szakmailag, mert ugye nekem az a véleményem, hogy polihisztorok azért már nem nagyon vannak, tehát nincs olyan ember, aki pénzügyhöz is ért, joghoz is ért, környezetvédelemhez, műszaki dolgokhoz, viszont a szervezetünknek meg vannak jeles tagjai, akik ebben jártasak, és az ő segítségükkel tudjuk segíteni a képviselőinknek a munkáját, de kifejezetten nekem és az elnökségnek is az a célja, hogy az önkormányzati munkában mindig a szakmaiság legyen az uralkodó, az legyen a domináns, és amellett szeretnénk szépen haladni. De akkor ez azt is jelenti, ha jól értem, hogy nem az a fő cél, hogy levadásszák a polgármestert? Nem, részünkről nem, nem. Önkormányzati munkában a helyi közügyek előtte, tehát azért ennek megvan az útja, módja, és megint csak visszatérve magamra, ugye mivel jegyző is voltam, azért ezeket a dolgokat, az előterjeszti a sürgősi, a módosítók, stb. Tehát mindig az a szerencsés, hogyha ha a képviselőink bármiben hozzá szeretnének tenni a közügyekhez, az előterjesztésekhez, az bizottsági vagy az önkormányzati munkához, az mindig szakmai megalapozottsággal legyen. És ezzel sikerül majd választókat megnyerni, hiszen nyilván az egyik fő céljuk az, hogy bővítsék a bázisukat, vagy akár még az is, hogy többségbe kerüljenek, hogy önök adják a polgármestert. De ezzel a szakmai munkával, csak kizárólag a szakmai munkával ezt sikerül majd megtenni? Nagyon-nagyon jó a kérdés, tudom, hogy minősíteni nem szokás a kérdéseket, igen. Az önkormányzati munkára szeretnénk a hangsúlyt fektetni, tehát ott a szakmaiság úgy gondolom, hogy nem egy antipatikus történet. Tehát ez az én álláspontom. Ezen kívül természetesen magával a szövetségeseinkkel, az egység megteremtésével, a hitelességünkkel úgy gondolom, hogy előrébb fogunk jutni, de ez még legyen a jövő zenéje. 2 hete lettem megválasztva, úgyhogy folynak az egyeztetések, tehát az egyéb városi munkánkban a jobboldaliság megerősítése, stb. Tehát azért ezek komoly dolgok. Az önkormányzati munkára jellemző szakmaiságra utaltam most az imént, és azt úgy gondolom, hogy mindenki számára szimpatikus, bármilyen beállítódású. Azért helyi Fidesz elnökként azt ismerjük el, hogy nem lesz könnyű munkája, hiszen ha azt lehet mondani, hogy a Fidesz kormány Budaörsöt bántja, akkor még finoman fogalmaztam. Mert ha csak összehasonlítjuk, hogy mondjuk Győr egy fejlődő település, Győrt 10 milliárdokkal segíti a kormány, mert hogy fejlődik. Budaörs egy fejlődő település, és milliárdokat von el tőle, mert nem az ő oldalán lévő a polgármester. Ezt nagyon nehéz kommunikálni, tehát nagyon nehéz azt mondani a választóknak, hogy igen, az én pártom bántja Budaörsöt, de ha engem megválasztotok, akkor majd nem bántja? Nem erre szeretném megint csak a hangsúlyt fektetni, meg most ez a beszélgetés úgy gondolom csak egy bemutatkozás. Ami folyamatban van, ami irányvonalunknak az újragondolása, a kidolgozása, tehát szeretném ezt a kérdésre majd később reflektálni érdemben.
remélem, hogy lesz még rá alkalom, tehát ezek a dolgok is még folyamatban vannak. De ugye folyamatban vannak ügyek, fontos ügyek. Nem kérem, hogy most ezekben nyilvánítson véleményt, de az kimondható az elmúlt évekre, hogy mindig voltak olyan döntések, amikor egy helyi képviselő, főleg egy kormánypárti helyi képviselő ott áll és gondolkodik, hogy ha én most ezt megszavazom, akkor tulajdonképpen ez a város érdeke. De ezzel ellentmondok a saját pártomnak, legyen ez autópályadíj, legyen ez szolidaritási hozzájárulás, vagy nem sorolom. Tehát voltak, és még lesznek is itt nehéz döntések. Természetesen egyetértek abszolút, tehát ezek azért nem könnyű dolgok megfelelni a mi irányvonalunknak és a helyi közügyeknek, és itt megint csak visszatérnék arra, hogyha helyi önkormányzati testületi döntésről van szó, és az szakmailag a helyi közügyet szolgálja, és vállalható, akkor természetesen ez nem kérdés, hogy döntenek a frakcióban a képviselőink, úgyhogy ennyi így röviden. Azért egy-két tervet, egy-két gondolatot elárulna, hogy mi lesz az ön elnöki tevékenységében a hangsúlyos, és mi a kevésbé hangsúlyos? Tehát, hogy mit szeretne elérni, vagy mit kíván a háttérbe szorítani? Ami számomra fontos, és megint csak, mert nagyon friss még ez a történet, ami nagyon fontos, amit jeleztem a szakmaiság, tehát erre emberként is, elnökként is érzékeny vagyok, tehát és nyilván támogatni a képviselőinket, ami nagyon-nagyon hangsúlyos, az egységnek a megteremtése. Tehát ne legyen megosztottság, szövetségeseinkkel is szépen együtt tudjunk dolgozni, tehát ezt nagyon fontosnak tartom, újra kovácsolódjon össze a tagság. Ennyi most a nagyon-nagyon rövid távú történet, és aztán majd szépen kialakul minden, hamarosan, tehát nem hónapok múlva, és akkor örömmel állok majd rendelkezésre, hogy a konkrét irányvonalakról is tudjunk beszélgetni. Annak egyébként mi a magyarázata, hogy ugye, ahogy említettük, 2014-ben három olyan képviselőt küldött a Fidesz-KDNP a testületbe, akik korábban nem voltak képviselők, tehát hogy a megújulást szimbolizálják, és most ismét történt akkor a párt helyi szervezetében egy megújulás, és nem őket, tehát nem Löffler Dávid lett mondjuk a helyi elnök, vagy nem Sokolovszki Márk lett a helyi elnök. Mi ennek a magyarázata, hogy akkor az se jó, amit ők csinálnak, egy teljesen más utat szeretnének követni? Nem, tehát azért a dolgokat, ahogy én is jeleztem önnek, működőképessé, tehát működőképesebbé szeretnénk tenni. Pontosan ezért nem is volt célunk, hogy a listás képviselőinket, vagy a frakcióba bármilyen szinten úgymond belenyúljunk, tehát ez nem szép kifejezés, de ezt tudom mondani. Tehát az ő munkájukat szépen tiszteletben tartva, megtámogatva szépen folytassák. Az, hogy az elnökség teljes mértékben megújult, hát igen, ez is képvisel majd valamit, úgyhogy ezt majd egy kicsit komolyabban is ki fogjuk dolgozni, és akkor nyilván el is fogjuk mondani az irányvonalakat. De tehát magát a frakciót és a frakciónak a működését csak szakmailag szeretnénk támogatni, ők döntik el, tehát azért van a képviselői csoportnak egy önállósága, természetesen azért ott is vannak korlátok, mint tudjuk országos szinten és helyi szinten is, és maga a helyi szervezetnek a működése az új elnökséggel, hát egy újabb vagy egy átgondoltabb irányvonalat szeretnénk képviselni. Egység, tehát ez az egyik fő szempont, és onnan tudunk tovább lépni. Akik politikával vagy politológiával foglalkoznak, azok azt mondják, hogy ellenzékben mindig könnyebb politizálni, mert könnyebb kritikát kifejteni, és mondjuk lehet azt mondani egy helyi önkormányzatban, hogy erre vagy arra költsünk több pénzt, mert az fontos. És lehet, hogy ezzel egyébként a többség is egyetértene, csak azt mondja, hogy oké, ha odaadunk több pénzt, akkor honnan vesszük el, vagy hogy sütünk egy nagyobb tortát. És erre általában az ellenzéki képviselők már nem adnak választ, csak azt mondják, hogy erre vagy arra fordítsunk több pénzt. Önök akkor a másik oldalát is figyelembe veszik, majd ezzel is foglalkoznak, vagy csak a népszerűbb oldallal, hogy adjunk oda több pénzt, vagy ez ne épüljön, vagy az épüljön. Igen, köszönöm a kérdést, és ez is egy nagyon fontos dolog. Hát természetesen mindig a forrás megjelölésével, tehát ugye a legtöbb helyi ügynek mindig pénzügyi vonzata van, tehát legyen az település, tehát akármi, az alap a pénzügy. Nyilván, hogyha nem lehet egy forrás megjelölni, akkor megint csak bajba vagyunk, úgyhogy ugyanígy jön be megint a szakmaiság, hogy előkészítettem. Hogyha valami
előterjesztés vagy bármilyen módosítás benyújt a frakció, akkor ott azért a forrás megjelölése alapvető és elvárt. Úgy azt mondja, hogy ha benyújt a frakció, 3 tagú most a Fidesz-KDNP frakció, igen. És ül még a képviselőtestületben egy jobbikos képviselő, akivel volt, hogy már együttműködtek ügyek mentén, és van nagyon sokszor, hogy külön szavaz a jobbikos képviselő, tehát nyilván nem lehet egy Fidesz-jobbik összeborulásról beszélni. De még így 4-en, vagy 3-an meg pláne kevesek ahhoz, hogy igazából bármit is átverjenek a testületen. Tehát csak a hangjukat tudják megmutatni, nem? Igen, értem a kérdést. Valóban, tehát ez az ellenzéki politizálásnak az egyik fő ismérve, de én úgy gondolom, hogyha olyan ötletekkel, olyan előterjesztésekkel jönnek elő a képviselőink, ami támogatható a többi képviselő, tehát a testület részéről, akkor az megszavazásra kerül, és ugyanúgy fordítva. Tehát én szerencsésebbnek tartom a saját, most, hogy akkor a frakció munkájáról beszéljünk egy kicsit, szerencsésebbnek tartom az igen és a nem. A tartózkodás kevésbé. Ha tartózkodunk, azt indokoljuk meg, az igen, a nem, az pedig egyértelmű. Tehát például a Fidesz-KDNP frakció költségvetési kérdésekben mindig tartózkodik. Igen. Akkor ez a jövőben azt mondja majd nekik, hogy ne tartózkodjatok, ha nem nyomjatok rá nemet, mert nyilván azt nem tudom elképzelni, hogy igen gombot nyomnak ilyen ügyekben. El is lehet képzelni, hogy igen gombot is fogunk nyomni. Mi nem mondjuk meg, tehát most itt tényleg egy kicsit pontosítsunk a frakciónak, hogy mit tegyen, mit nem, hogy szavazzon, hogy nem. Frakció üléseken átvesszük az előterjesztéseket, az irányvonalat, ott vannak a szakmai segítőink is, és ennek mentén fogjuk az igent is, a nemet is kialakítani, de természetesen, hogyha a helyi érdek és a helyi közügy megkívánja, bizony igennel fogunk szavazni, úgyhogy ez nem kérdés. Érdeklődően várjuk, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk elsőként a helyi médiumok közül. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Egy nemzetközi kiállítás nyílt a Posztárton, Art Ponte, vagyis Művészeti híd címmel. A tárlat különlegessége, hogy olasz és a magyar művészek mutatják meg munkáikat. Néhányukat már ismerjük, például Somogyi Ferenc szobrászművészt, vagy Kadosa Kis József festőművészt, hiszen ők budaörsiek, ahogyan Sejthauer Séd Imre is, aki összehívta a nemzetközi csapatot. A tematikát most nem a művészetbe keressük, hanem a művészeti barátságban. Tehát az, hogy a művészet az határok nélküli, mint látszik majd a kiállítás darabjaiból, vegyes a kép. Mindenki talán úgy mondhatnám, hogy a kedvenc alkotásával van jelen, vagy éppen az aktuális alkotásával, mint én jó magam is. Én azt hiszem, hogy színes a paletta, és ez nagyon jó. Art Ponte, vagyis a Művészeti híd címmel nyílt kiállítás a Posztárton, amely átvitt értelemben az olasz és a magyar partot, illetve 4 olasz és 5 magyar képzőművészt köt össze. A nemzetközi csapatot Sejthauer Séd Imre gyűjtötte maga köré, miután tavaly ő kapott kiállítóként meghívást egy ligúriai városba olasz kollégái mellé. Itt most nagyrészt újabb alkotásokat tárt a közönség elé. Nagyon fontos az indulási pont, a gondolat. Én talán úgy fogalmaznám, hogy a gondolataimnak a kozmetikusa vagyok. Kifestem őket, megpróbálom kifesteni, és azt is merném mondani, hogy az elmúlt évekhez képest, miután alapvetően én nem ezzel a pályán indultam, azt kell mondanom, hogy az elmúlt évekhez képest egyre bátrabb és egyre vadabb vagyok. Tehát amik itt látszanak műveim, gondolom, hogy azok talán mutatják a folyamatot, de mindenképpen eltérnek a korábbiaktól. Egy kicsit erősebbek, egy kicsit ütősebbek. Én nekem meggyőződésem, hogy én szerethetem a képeimet, de a közönség ítéli meg az élménye alapján, hogy azok jók-e vagy nem jók. Azt hangzott itt el, hogy nagyon hálásak és köszönjük az önkormányzatnak ezt a lehetőséget. Én megfordítanám, mi vagyunk iszonyúan hálásak a város részéről, az önkormányzat részéről, hogy lehetőségünk volt letenni a garast egy ilyen rendezvény mellett. És ennek a, hogy miért volt ez fontos, és miért fontos a jövőben is mindez számunkra, minden olyan lehetőség, ami valamilyen hidat jelent, akár
baráti kezdeményezések alapján hidat jelent Európa felé, abban mi bele fogunk kapaszkodni, és mindig cinkos társak leszünk ebben bárkivel is, aki gyakorlatilag a hivatalos szinten egyre inkább felégetődni látszó hidakat megépíti a hivatalosságok helyett. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a kiállítást Vágó Csaba, a polgármesteri hivatal kabinet vezetője. Majd utána a művészeket hívták színpadra, hogy egy pár szóban bemutatkozzanak. Uzsák Sándor izgalmas installációkat hozott magával. Először festeni kezdtem, utána pedig valahogy jött, hogy ezt három dimenzióban kéne megvalósítani, azóta elkezdtem dobozokat készíteni, ami egy nagyon izgalmas dolog, amiben nagyon érdekes mozgások, energiák figyelhetők meg, és ezt próbálom én megjeleníteni. Az utóbbi időben az ember azt hallja, hogy az emberek keresik magukat, olyan 40-50 éves emberek keresik önmagukat. Ez nekem olyan furcsa, mert hát hol voltak eddig, gondolom. Én olyan 20 éves korom környékén kerestem magam annak idején, és meg is találtam a művészetben, azt hiszem. És azóta ezt csinálom, próbálom visszaadni magam a művészetnek, meg hát próbálom a nézőknek. Olaszországból érkezett a kiállításra a Csákányi Jutka szobrászművész. Saját elmondása szerint a technika világa ihlette robotkatonák jellemzik leginkább művészetét, de a nagy távolság miatt ide most a könnyebben szállítható figuratív, szürreális alkotásait hozta magával. Ezek a szobrok árulkodnak sok mindenről. Ez például egy ilyen metamorfózis-szerű, ahol egy madárfej és egy emberfej együtt van, tehát én úgy is jelvezem ezt a szobrot, hogy ember-madár, de lényegében egy ilyen átalakulás. Ez a szobor pedig például, ami inkább egy kicsit ilyen, szóval csak agyagból készült, és ilyen patinával van befestve, ez pedig én szétvállásnak nevezném, tehát az emberi kapcsolatok, amik együtt vannak, de mégis szét akarnak valamilyen formában válni. Az a másik szobor például abszolút szürreális, tehát valami általában, aminek nincs arca, tehát lényegében nem kötődik a valósághoz, hanem egy egészen más világban, egy olyan álomvilágban él, ahol valójában én is gyakran vagyok. A meghívott olasz művészek képei a ligúriai tengerpartot és az olasz tájat idézték meg sajátos módon. Paolo de Nevi munkái, mondja Gabriela Nédi kurátor, például absztrakt formában tolmácsolják a ligúr tengerpartot. Barbara Buzzetto kicsit fantasztikus módon festi meg a tájat, úgy, mint a mesékben. És végül Dino de Simone, akinek a festményei olyanok, mintha a benne lévő elemek összetörnének vagy feldarabolnák őket, és ezek leesnének a képről. A budaörsi művészek közül Sajthauer-Séd Imre mellett Somogyi Ferenc szobrászművész és Kadosa Kis József festőművész állította ki alkotásait. Újakat és régeket is hoztam, és hát elsősorban a fa munkáimat, és hogy két domborművet hoztam, egy ami kim van a térben, mert hogy legyen egy a plasztika, a szobrászat műfaj is legyen erősítve hazai oldalról, úgymond, és ez egy régebbi munkám, ez 10-valahány éves, de a stílusban szerintem tökéletesen illeszkedik, tehát egy női figura is, egy színes, és egy picit groteszk, és a színpad végében kiraktam egy olyan faragott képet, én úgy hívom, mert hogy nem is a képnek a hagyományos értelmében nevezhető, és nem is plasztika, mert nem úgy van megfaragva, de az egy kicsit kilóg a sorból, de mivel hogy fa, ezért mégis az egységben benne marad. Alapvetően grafikus vagyok, és pár évvel ezelőtt kezdtem el festeni. Általában minden művészeti ágat minden képzőművész kipróbál előbb-utóbb, akár szobrászatot, festészetet, bármit, grafikát. És nekem a festészet az egy ilyen nagyon érdekes új kirándulás volt. Először nagyon nagy méretekben dolgoztam, mert a grafika műfajából adódóan az általában inkább kisebb. A festészet az meg nekem valahogy egy ilyen kimozdulás a megszokott komfortzónámból, és
most próbálom kicsit csökkenteni a méreteket, és akkor így valahogy előjön az emberből ez a mívességre való törekvés, és ez a fajta részletesség, amit én nagyon szeretek. Tulajdonképpen, hogyha ez gyorsabban menne, akkor szinte azt mondhatnám, hogy bármit szívesen lefest az ember, hogyha valami olyan érzelmi energiát ad, ami megmozdít belül valamit. De én nagyon-nagyon lassan festek. Hát ezeket a képeket gyorsabban, de általában van, hogy másfél-két évig is festek egy képet. A belső majom az egy ilyen erőpróba volt nekem, ez egy ilyen félreérthető módon, de ez egy önarckép bizonyos szempontból. A többi az pedig olyan fontos emlékek, amiket én valahogy meg akartam örökíteni, vagy megőrizni magamban. Ha kedvet kaptak hozzá, hogy élőben is megcsodálják az olasz és magyar művészek alkotásait, az Art Ponte kiállítást még október 15-éig megtalálják a Postart kulturális szintéren. A Városi Magazin után mindjárt kezdődik az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, Bétót László műsora, vendégem a Bocsárszky Attila színművész lesz. Aztán K.O. politikai vitaműsor, melynek ringében Molnár Zsolt az MSZP elnökségi tagja, és Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke vitázik. De még előtte hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a Zene Világnapja alkalmából Horváth Otília és Kővári Péter duója ad koncertet a Postarton szombaton este 8 órakor. És mutatjuk még, hogy mi lesz a hétvégén. A szexuális abúzusról lesz kerekasztal beszélgetés védőnők, tanárnők és a családsegítő szolgálat munkatársának jelenlétével szombaton 9 órától a Fantasmagória könyvesboltban. A beszélgetés a Lili és a Bátorság című hiánypótló könyv témájához kapcsolódik. A belépés ingyenes. A Régészeti Múzeum családi játszóházába invitálja a gyermekeket szombaton 10 és 13 óra között. Ezen a foglalkozáson virágtartót és egyéb tárgyakat készíthetnek újra hasznosítható anyagokból. Családi nappal kedveskedik látogatóinak a lakótelepi közösségi ház szombaton 10-től 15 óráig. Ezen a napon minden foglalkozás ingyenes, a pólóékszer készítés, a baba angol, a bűvész műsor és a családi jóga is. A Komámasszony Hol a Stukker című komédia bemutató előadására hívja a közönséget a Budaörsi Latinovics Színház pénteken este 7 órára. Görgei Gábor méltán világhírű darabjában képet kapunk a hatalomszerzés és gyakorlás mindig aktuális mikéntjéről, miközben folyamatosan nevethetünk. A Magyar Népmese napjára szeretettel várja a családokat a Jókai Mór Művelődési Központ vasárnap 10 és 14 óra között. A program része gyerekkoncert, népi ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, mézes kalácssütés, állatsimogató és népmesék vetítése. A belépés díjtalan. Az Idősek és a Zene Világnapja alkalmából örömtánc foglalkozásra várja a város idősebb korosztályát a lakótelepi közösségi ház hétfőn 12 órára. És végül, de nem utolsó sorban, kezdő bridge tanfolyamot indít a Bubi Klub hétfőtől. Az órák 18.30-tól lesznek a Budaörsi Herman Otto általános iskolában. Jelentkezni és további információt kérni a képernyőn látható elérhetőségeken tudnak. Válasszanak maguknak egy kikapcsolódást ígérő programot, és nézzék a Budaörsi Városi Televíziót is. Ha a héten lemaradtak valamelyik műsorunkról, megnézhetik a hétvégi ismétlésben, ami szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik, mindig a hétfői adásblokkal, aztán jön az összes többi nap, az összes többi műsorával. De a honlapunkon a bvtv.hu oldalon az archívumban is megtalálhatják, amit korábban elmulasztottak. Ha kérdésük, észrevételük van riportjainkkal, műsorainkkal kapcsolatban, vagy javaslatuk, akkor a 611-522-es telefonszámon, vagy a bvtv@bvtv.hu e-mail címen tudnak elérni minket. Én köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.